12 versenyző Tamás nyer. Igen, hogy tanácskodás van. Vajon mi jövök életnek? Ott vannak a pirosak, a kékek, meg a trikók. Na talán valami lesz belőle. Megvolt a nagy tanácskozás, most már csak húzni kéne. Hát az a nagy lánctartás, hát a Pépi oda-vissza udolhatja őket. Történt az első húzás, 12-es számú versenyző előzőre van, de 11-es. Hát ugye ez a hivatalos matematikai sorrend. De látom még, hogy ez még mindig jól teszteli. Ők vendégeink, a vados, nagyon szomorú, mert senki nem akar beleülni a vadba, és üresen áll, megfogy ki belőle az üzemanyag. Akinek van kedve, vagy gyerekek, jöjjenek, jöjjenek, most kell valózni, most van rá lehetőség, nyugodtan lehet jönni, használjuk ki. Na indul a verseny, talán most már életbe, vagy még mit tettelek? Nem. Életbe indul. Nagyon mindenki ráfekszi a kormányra, hát a jobban megy. Felhúzták a nyakukat, hogy kisebb legyen az ellenállás, a légellenállás. És a 12-es számú versenyző, alias Tamás, megnyerte a húzást. Úgy néz ki, hogy működni fog a vér. Közben ütérkezett a csepel, akinek van kedve, az mehet arra is. Várjuk a következő versenyzőt.
megjöttek a jelenkezők a forogásai a végre. A következő versenyző is beáll a rajvonalra. Az az MTZ, amely a rengeteg zárcsáról, ilyen tudjátok. A gázmete kerítésén azt csak fölakadt rajta. Hát itt a napon én már felolvattam rendesen. Rákötöttek mind a két MTZ-t, és indul a verseny. Minden meg van rajta csinálva, és látszik is, hogy szerezmény az, hogy megnyeri a veletet. De jó nyit. Na, lesz akkor a versenyből valami? Gyula már igen messze tetted ezt a bóját. Idáig az életben nem fognak elhúzni. Igazságos legyen a húzás, mert a pályának két ismere nem egy forma, és hiszen nagyon sokat jelent, hogy mennyi fog a felét, mennyi fog a gumi, mennyi egyenlőség van a talajon, minden számít, amikor nagyság ennek két egyforma traktor, mindegyanak ellen, minden nőnk számít. Látjuk pályakerő után mi történik. Most így mellettem rendezte Tamás, majd megkezdem. Figyeljetek, elő hátul ezzel legyetek megint. Tamás,
halálpány. Kiadom a lázsajtát is, és megnézd lázsajtásra mit csinál. Hát lázsajtásra a jobban viszik. Teljesen más a felállás. Ennyit jelent egy ékely meghajtás, vagy csak egy hátsó kerék meghajtás. Jó, a Cseppel az üresen vár, tehát aki akar menni a Cseppellel, Cseppel túrára, az mehet, mehet. Várják a jelentkezőket. Na ki lesz a következő jelentkező, ki már jönni? Na talán ez a turbos MTZ, amelyikkel nincsen motorás tető. Meglátjuk az mit művel, szintén az összkeri meghajtásos. Motorját lett építve, turbófeltöltővel van megcsinálva. Majd meglátjuk, hogy a főtengés bírja-e a tartalmas nyomás, amit a hengerbe keretkezik kék és kód köszönhetően a turbófeltöltésnek. Gyere, gyere! Jöhet! Nagyon kíváncsiak vagyunk, mit tud az a gép. És a 12-es versenyző elhagyja a pályát. Köszönjük Tamásnak! Két verseny megnyert, vagy három verseny talán. Nagyon ügyes volt. És akkor megnézzük ezt a szörnyeteget, hogy ezt mit tud csinálni. Marika néni, megkaptam a sört, köszönöm szépen! Na lássuk, mit tud ez a szörnyetek! Innét nézve nagyon szépen néz ki, nagyon brutál! Már mindenki nagyon izgul, főleg a tulajdonos, aki hónapokat töltött azzal, hogy ezt a traktort összehozta ilyenre. Vadonatúj gumik vannak a traktoron, még szőrös is a gumi. Lehet hallani, milyen szépen szól a turbó rajta, most, hogy nem szól a zene. Na lássuk! Hát, hát, egyelőre még nem ér semmit ez a turbó, nem ér semmit. Hát valamint fotinek jel a kapukat, turba szerint volt, ez tal sem ér. Hát, mi bozsára. Nagyon jó, jó helyen lenték, nagyon jó helyen. És sok megnyerted! Na azon a turbó még kicsit állítani kell. Na még egyszer, mondd még egyszer, még egyszer! Magasabb fokozatba kéne kapcsolni szerintem, mert ez a turbó az elbírná az a motor, a turbós motor. Kevés volt a fordulat a keréken. Hogyha megfogod a tanácsomat, akkor egy picit följebb kapcsolt, keresem nagyobb sebességet rajta.
és akkor szerintem tudnál nyerni. Hú, de nagy a tanácskozás! Akkor pályát cserélnek. Már nézzük meg a másik pályán, ez a rengeteg pénz, ami bele tölve a turbókba, a csövekbe, meg a kék színbe, meg a fényes csövekbe, meg a turbóütőbe fog-e használni. Jó? Hát ott a jobb láb alatt van a gázpedál, azt meg kell nyomni mindenképpen. Azt azért ne felejtsük el. A nagy gáz, nagy neki! Na, ugye előteszéltek! Hódászik ki a túlba, hódászik ki! Most meg játszik itt macska az egére, aztán szívasztja a kollégáját. És mondtam, hogy így kell ezt csinálni. Na jó, megérte azt a pénzt, meg azt a munkát. Lehet, csak a kroppolyta magát. Na még egyszer menjetek! Lehet, hogy annak a dózernek ne kéne tolni a pályát, nem? Tamás! A dózernek ne kéne tolni mind a két pályát, nem? És akkor egyenlő esélyek lennének. Na lássuk, picit arrébb álltak. Mi történik? Hát most felszállalnak, mennek. Ki nyerte? A turbó megnyerte megint.
ki lesz a következő kihívó. Ha lát, jól látom, Csukdávid érkezik az Etorral. Mi a következő MTZ? 12-es számú versenyző. Helycsere van. Na lássuk a másik pályán mit mutat a turbós MTZ. Ugye az innenső pályán Tamás van, teljesen fölütött MTZ-jével. Hát most előn arra áll.
is megnyerte. Na még egyszer, ugye mit akarták mondani. Felindultak. Hát az a turbós MTZ, két komótosra megy előre. Nem kérdez semmit, megy. Sima ügy volt. Na jön egy útra, megnézzük azt, mit tud tenni. Ugye a útrák nagyon erősek, nagyon ügyes gépek, egyetlen egy hátrányuk van, hogy alacsony a fordulatszám. Mind a kerékén nagyon lassú gépek. Itt ebben a versenyben nem biztos, hogy jó választás a útra, hogy fürgének gyorsnak kell lenni. Itt a lomomság nem biztos, hogy segít. Kötél megfeszül, zászló, menj! Itt a vajag ezen a pillanatban, nem? Nagyon megy ez nem tényleg. Hát ugye sokkal gyorsabb. Erről beszéltem, a gyorsaság rengeteget számít. Rádióban, az útrában kéne egy V8-as 6-2-es motor, benzinmotor, aztán szétépne minden. Még egy próbálkozás. És indulnak is. Nem tudja meg jobban indul.
és simán nyeri a verseny. És akkor jön egy Zetor, megnézzük azt, mit tud kezdeni ebben az MTZ-vel. Ugye a Zetor az megint egy fürget raptor, talán ő neki több esélye lesz. Na lássuk, mi történik. Az egyes számú versenyző, Kristóf, Zetorjával tudja, hogy kezdeni. Azt a minden is, így kell elindulni. Most nem tudom, itt ez a rendtézénél mi történik. Minden egyes verseny számban egyre főjebb teszi a sebességfokozatot. Ugye tudjuk, hogy 9 van benne. Nem tudom, a 9. versenyszám után hova fogja tenni. De nagyon jól elindult. Tehát így kell csinálni. Hi, Csenet! Két traktoros összenézett, ívet húzott a szemük, lehetett volna vele hegeszteni. A helycserére mit fog történni? Azt nyeri meg, aki a gyorsabb lesz. Ám most Kristóf volt a gyorsabb, el is volt indulni, és látjuk, hogy aki először indul, annak egyből előnye van. Na, mi történt? Utána már csak azt számít, hogy melyik traktornak van nagyobb fordulatszáma a keréken. Amelyik kerék jobban pörög, nagyobb fordulatszámmal, azt fogja megnyerni. Valami megáll.
vajon mi történt? De ne felejtsük el, mikor egy motort úgy terveznek meg egy adott teljesítményre, egy adott nyomatékra, és utána mi azt átalakítjuk, teszünk rá mondjuk egy turbofeltöltőt, és a hengerekben a nyomás a többszöröse lesz, hát az nem biztos, hogy jót tesz a motornak, meg nem biztos, hogy úgy lettek megtervezve az alkatrésznek, hogy az ki is bírja. De reméljük, nem történt semmi komoly baj. Nagyon sokan körbeállják, háta magától megjavul. Aki érez maga a bátorságot, az még oda mehet, ő is nézheti. Háta segít rajta, tud segíteni nézésével, meg a járásával. Igen, olyan gondolkodás. Mi történt, Klopp? Mondjál valamit ott. A közönség nagyon izgul, hogy nem tudod. Egy nagy szerelő is nem tudja ő se. Többiek se tudják, csak néznek. Mint tehén a melegben. Mondjuk melegnek meleg van. Húha, az egyik traktor húzza a másikat, ez nagyon vicces. Erre mondják azt, lefőtt a kávé. Úgy, mint azt a rudat csak. Kristóf, akkor azt a versenyt tenyelted, ugye? Így van, én is így gondoltam. Na ki a következő? Ki lesz a sorban a következő? Úgy látom, hogy Csepelen van ám még le, aki akar, az oda mehet, és felveszi. Jó, parkolópályát tolják a turbos MTZ-t, eddig bírta. Szép volt az élete, meg rövid. Talán majd egyszer feltámasszák újra. Sok-sok pénzből. És akkor jönnek a következő versenyzők. Jön a Csuk Dávid is. Meg egy Belarus. Meglássuk, hogy a melyik technika a jobb.
Hellós anya! Sziasztok! Szia Zsuzsi! Szia! Szia Betty! Cserélünk pólót! Jaj, jó! Kár! Na, felállt a két traktor! Hát a kisztály ugyan nem indult! Hát nem kérdez semmit itt minden! És megnyertem! Mentek még egyet ezen a pályán? Igen, mennek még egyet. És indulnak. Hát ez a kisztán az olyan, mint az elevált feleség, visz mindent. Cseréljetek pályát, szerintem. Szerintem teljesen mindegy ez a pisztál, melyik oldalon megy, meg meg kell, hogy nyerjen első. Hatánkeres fotó van benne, hatánkeres soros fotó. Nem a soros győrke, hanem a motor, soros. 6 darab tudatjú, 6 darab hajtó, 6 darab henger, sorba rakva, ezért soros motor. Cső! Erre is nézek, látom, Budé vigyellek! Nem kész ödre utazni. Jó, a kisztálat megint megy. Nem lát, hogy jobb fogok a szalámának. Itt az MTV, akkor jobban fölül a kerékedét. De jó, valamint sikerült. Ezt megint megnyerted. Én nem megyek. Mennék szívesen, nem tehetem. Szerdük Béla bácsi. Elkésél. Régóta itt vagy már? Nem láttalak. Ja, akkor elnézést a megköszönbél is. Szia Béla bácsi, a kés közön még egyszer. Na, húzzatok még egyet azon a pályán.
hát lesz a negyedik versenynek a két traktornak. 3-3-nak játszunk Dávid. Másik a negyedik versenyt ide neki megnyerni. Hát nem úgy néz ki. Hát nem úgy néz ki. De jön fel, jön fel. Hát és a felvetési. Hogy megnyerte? Megnyerte! Meghalt! Láttam, csak igénytegetett a kezével, nem tudom, hogy miért. Volt benne valami trükközés? Csak odáig nézd alól a templom kapujáig. Mikor már jössz ki, akkor már igen mondták, akkor már véget. Mert ők a tárja után már súlyba fakadt szerintem. Gratulálunk Dávidnak, ügyes voltál! Na ki a következő kettő? Kedves vendégeink, azt szeretném kérni, hogy tegye fel a kezét az, aki ebben a kék kifával jött. Erre nézzek. Ki jött ezzel a kék kifával? Nem látom. Csak azért kérdezem, mert van itt egy nyugdíjas úriember, aki ilyen ifán dolgozott, és mikor meglátta, majdnem megkasadt a szíve örömébe, és szeretné megnézni közelebbről. Úgyhogy ha az ifának a tulajdonosa hallja, amit mondom, vagy itt van, az legyen szíves, nyissa ki, menjen oda is. Hadd nézzük már meg ezt a gyönyörű szép ifát. Köszönöm szépen! Közben indul a következő verseny. Nem kérdés, hogy Zetor egymás, mint ember. Köszönöm egymás mellett. Kösz, nagyon ügyen. Abba rájön az emberi kezdeni. Kösz. Hogy felegessük az oldalát. Ugye jó? Ügyes vagy. Senképp felegess, ne az oldalát meg. Jobban megy. Meg ahogy csak azt hiszed. Megjött az ifának a tulajdonosa. Gyönyörű szép pólója van, is egy ifa van, ha jól láttam. Úgyhogy gyere, gyere Tamás. Itt az úriember. És az ő édesapja dolgozott ilyen ifán. Köszönjük szépen!
mindenki elnéz a bal keze felé, akit az úton áll, látják, hogy azt a turbós MTZ-t nagyon sokan körbeállják, szerintem most temetik. Most van temetése neki, vagy nem tudom miért, de nagyon nézik, meg nagyon könnyeznek mellette, volt egy temetés van. Itt meg indulnak újra. Hátszol ki az MTZ, most nyilván akar menni. Tiborunk újra feltűnt. Újra nyerni akar, hát meg nyert is. Ide jön belül az etóriába, teljesen minden milyen versenyszámon megnyeri. Ez elkezdett ugrány fölfelé, mint egy köcske, vagy mint egy béka. Lehet, hogy személyiségzavarja van őnek is, mint a nyugati világban sok embernek. Beszélgetik, hogy mi történt. Profi zenék, mi kapott. Jöhet a... Jaj, csak pálycsere van? Csak pálycsere van. Jó hosszon beszélgették meg. Jó szőzített mondattal megbeszélték, hogy cseré is van. Pálycsere, mi fog történni? És fel! Amit a tencsőt nem kell ugrálni, akkor lehet, hogy megnyerni. Amit a betőtencsőt egy kicsit ugrálni. Hordod ugrálni. Az MTZ nyerte, én innét láttam, megnyerte az MTZ. Oké, vissza kell nézni a tévén. Jó, visszanéztem, az MTZ nyert. Nagyon gyors voltam. Úgyhogy egy-egy az állás. Érkezik a úton 4-es számú versenyző. Szerintem megint nagyon izgalmas verseny lesz. Cupi mindent bele szokott adni a versenyekbe. Még a nyakát is behúzza.
úgy fogja tolni neki, figyeljük majd a versenyzőt. Kék póló, kék traktor, másik versenyző, piros póló, piros traktor. Hát rosszabbak mind a nők és a hölgyek, hozzáöltöttek még a járműköz. A férjed ott tolja neki, nézd! A traktornak! Na lássuk a cupit! Ráhajol a kormányra! Két kézzel fogja a kormány, valami föl is állva, amit nyomni kell neki. Ennek a traktorban van majd pedál, amit nyomni kell közre, ha menjen. Titolod a fülé, a szája, mosolyog. És meg is nyert a verseny. Ez volt a duka a nagy mosolynak. Pályacsere van. Várjatok, még nem indult el a verseny. Nagyon izgulnak. Vele menjük. No! Hát így nem lehet, gyerekek, gyerekek. Amikor szólnak, amikor az ászlót meglengetik, akkor lehet indulni. Talán most sikerül elindulni nekik, de csak akkor induljatok el, hogy a zászlót meglengeti a Gyula bácsi. Most! Hú, de paktunknak! Itt nem kérdés a véleményem szerintem, mert nem kell visszanézni. És Tibor megnyeri ezt is.
Én a következő versenyző. Tamás hívja, aki Tupi. Nagyon szépen állunk a szemszédét. Tupi, nincs egy másik traktorod? Keresi egy másikat, majd erősebb lesz. Végén majd akkor adott hagyd itt nekem, jó? Azzal egy, aki benne ül. Köszönöm, igen rendes volt. Na még egy verseny. Nagyon szépen füstül ez a szép traktor. Gyönyörű szép füstű tenger, jó nézni. Tamás is még ebben a nyelven. Nagyon jó az át nézni. Nagyon jó. Csere van. A
másik, hogy pályacserével mi történik. Szentégi szépen jön, de most nem annyira, mint az előző két utamban. Hozzám Tupina best esélye. A más engem magad egy kicsit kap. Háromból hármat megnyerem a kézésre. Ügyes vagy! Meg vagy dicsérve! Nagyon büszke vagyok rád! Rád Gyula! Hozzád beszélek, nem a traktorosokhoz! Te is szomjas vagy? Egész nap vizet ittam, mint a tehenek. A marasomnak kívül a szarvam is, meg tőgyem is lesz. Ja, aha, szeretnéd, mi? Gondolom, ja. Ti nálatok? Könnyen szemekkel búcsúzunk Cupitól. Nagyon szép volt, tapsolt megérdemel, ezt tapsolt meg a férjedet. Itt megtapsolták. Géza bácsi, köszönjük szépen. Megérdemli. Mindent megtett. Jó csinálta. Így van. Nagyon a következő. Köszönnek egymásnak. És ha jól látom, érkezik Szabó Péter. Újra egy MTZ-s, egy Zetor egymás ellen. Én a Zetornak tukkolok. Úgy néz ki, hogy van is esélye a Zetornak. Ha jól tudom, hogy most egy felújított motor van. Egész jó bírja. Hát ez lehet, hogy meg vissza kell nézni kamerán, hogy ki fogja megnyerni. Szerintem a Zetor után is lesz. Döntetlen! Akkor döntetlen volt. Kereket nézed és kereket néztem. Innyit nézel. Döntetlen. Legyen. Az már egy jó jel. Hogy az MTZ nem nyel meg mindent.
szerint Anna válaszul a zene szó. Lesz is ott a dínom, dánom, szép muzsika szó. Most is fel mellett, második futamon is. De most az MPG előtte van. És az MPG nem nyerte. Úgyhogy egy nyúl oda, hogy az előző verseny az döntetlen volt. Úgyhogy még egyet kell neki menni. Még egy versenyt kell nyomni, hogy eldőljön ki a jobb. És jön a harmadik versenyszám, két versenyző között. És ez mindent el fog dönteni. Szabó Péter jól indult, elkapta a rajtot. Néhány milliméterrel előre van az eleje szerintem. És megnyeri. Megnyertem, úgyhogy vállás döntetlen, még egyet mennetek kell. Még egyet menni kell. Cseréljetek pályát, így van. Még egyet menni kell. Most fog minden eldőlni, ez lesz a negyedik futam. Éppen megint nagyon jól elkapta a rajtot. Hogyha ez meg is bírja tartani, akkor ő nyeri. És megnyerte. Úgy büszke vagyok rá, Péter! Az én szomszédom ám, ő nem.
szemed hajnalig elmulatom, és a nótámat százszor is elhúzatom. Nekem benn a gitár, engem csókol a lány, ma enyém a boldogság. Mert én a pénzemet hajnalig elmulatom, és a nótámat százszor is elhúzatom. Nekem benn a gitár, engem csókol a lány, ma enyém a boldogság. Mert én a pénzemet hajnalig elmulatom, és a nótámat százszor is elhúzatom. Nekem benn a gitár, engem csókol a lány, ma enyém a boldogság. Mert én a pénzemet hajnalig elmulatom, és a nótámat százszor is elhúzatom. Nekem benn a gitár, engem csókol a lány, ma enyém a boldogság. Ma enyém a boldogság. Visszatért, igaz, hogy néhány percen ezelőtt könnyen szemekkel elbúcsúzunk tőle, de föltámad. Hamvaiból, és újra beáll a sorba. Szerintem addig nem nyugszik, nem nyugszik, mire minden meg valami. Hát, hát se akar menni. Köszönjük, elindulni!
Szabadban nagyon kétel küsztő. Küszöni küsztő, mennek sehova. Sopi megnyerte. Géza bácsi, össze kell törni a maradt verset, és kinek remélni, hogy normális traktort, hogy le tud nyerni is. Jövőre nekem nem ide jönne, mert 8 darab izért. Ja, valami olyat, olyat ne aztán. Szia Anna! Hello! Szia Anna! Szomszédánk, szia! Már jön egy kis útra is végre, valami izgalom is lesz a versenyszámban. Nem csak az unalmas MTZ, meg MTZ, meg MTZ, meg Zetor, aztán meg nem TZ. Most végre jön egy zöld. Kis útra. Lehet, hogy a fűnyíró traktorral nekem kéne kiállni ellen, nem? Hát ki meg kiállni ellene? Végén még tényleg nekem kell oda menni fűnyíró traktorral. Szégyen szemre. Számoltuk némán a szajnát, álmunkat hozott a szép, szeriden fogtam a karján, s hallgattam, miről mesélt. Tancia lány, úgyis meg a szívem, tancia lány, ígért, hogy mindig szeretsz, és ezután engedd, hogy érted, süljön a harmonikán. Tancia lány, gyújtsd meg a szívem, érkezik újra a cupi. Nem. Egy másik úton érkezik. Hát cupi is egy másik traktorba ül. Jó, meg több. És megjött. Másik útra. Meglátjuk a két lassú roma jármű, mit tud egymás ellen kezdeni. De mindenki vegye magához egy széket, üljön be, mert mire ezek végének a pályán reggel lesz. Két teknős békának a versenye. És indul a verseny. Egy gáda felé indult a
hát ugye nagyobbikat éppen viszik. Nagyon lassan. És a 9-es számú versenyzőjelből a nagyobb tutrával megnyerte hozzást. Senkit nem ért meglepetés. Mondja meg most, mit csinál? Nem akarok mások, sokkal töltött éjszakát. Mert meg akarom tudni, hogy mennyit ér a boldogság. Miklós, öltözi fel, nagyon ronda a hasad! Húzd le a pólódat, nagyon ronda a hasad, innét látok! A jutalom, a drága szerencsém. Helycsere! Nem helycsere van, nem? Te leszel az angyal, akire ma éjjel rád. És a 23-as számú versenytő Tupi érkezik! Rákötnek, és meglátjuk. Most itt talán esélye lesz neki, mert ugye fülgében ez a transport, mind az útra. Tehát meglátjuk, hogy az ötkerékhajtás ellen van esélye. Ha valaki tudja, mondja meg most, mit csinál. Nem akarok más, csak sokkal töltött éjszakát. De fel akarom tudni, az útra szépen jön. Hát az útra meg nyertem. Traktorodnál, kérek gyere! Nagyon fontos küldetésed van. Merre vagy, Dávid? Nem látlak. Ne sírjál, nem téged keresünk. Mindig van remény, ha várat messze hova száll. És közben megjutották a turbos MTZ-t, oda nézzetek! Feltámadt hamvaiból. Csak éret a szíved dalamán. Mert a szerelem a jóket édesíti minden éjszakán. Csak a szerelem a jóket dönti el, hogy meddig tart a nyár. Ez a két dolog, ami nélkül biztos nem létezhetünk.
Ha lássuk, hogy a turbós MTZ-t sikerült-e megjavítani. Állítólag valamilyen elektromos problémája volt csak, azon fölül semmi komoly. Hát ez nem sikerült a turbós MTZ-nek, hát talán még egyszer. Tiszteltem uram, 1000 éve Miklós bácsi. Szia! Nagyon helyes. Na újra indultak! Fejfej mellett, de beúszta az ő, ugye az újabb meg nagyobb, hát megverte. De rengeteg pénzt lát közben arra a turbós MTZ-re, de ugye a fizikát, ahogyan is mondjam, szépen akarom mondani, fizikával nem lehet szexuális kapcsolatot létesíteni, ezért a nagyobb kutya, ő volt a jó, ő került jó pozícióba. Kérek a szíved talamát, mert a szerelem a jó kedv édesíti minden éjszakán. Na még egyszer! Na most már jobban elindult az MTZ, most jobban! Most hagyta magát? Megint mi történt? A gyerekek! Az a csaj már úgy hasonlít az asszonyra, ja te vagy az, tétény meg, gyerekek! Ne csak meg hátul át! Úgy is megismertem, jó van! Hát a verseny nem én akar sikerülni. Na már megint az a fránya vezeték, mi? Ahogy hozzá kell nyúlni, elindul, ki kell szállni, meg kell piszkálni. Na még hányszor próbálkoztok? És indulnak! Nagyon jól megindult az MTZ most! Hát én ezt nem értem. Egyszer meg egyszer nem, ide-oda ugrál. Hát így szerintem nagyon egyszerű, csak engem ezt a rohadt kuprungot megnyomni a gázt ennyi. Nem? Mi ebbe a bonyolult? Hát nagyon bolyult ez szerkezett ez a traktor. Gyerekek, se előre, se hátra, ide-oda, ugrál. Ez hihetetlen. Balra előre van az egyes. Na, végre. Most már valami, de mégsem. A 8-as számú versenytől mit csinál? Nincs neki kuprungja. Az is kiszáll, az is bütyköl valami, már látom. Az is ő, az is bütyköl. Ahogy, valamit meglökött, pukizott egyet a
Mentézé! Nagy füst kijött belőle, lehet elmúlt ugulva, babot levett el össze. És elindultak mindenfelé, szóval, na, jött a Pau versenytől, rájött, hogyan kell traktorral menni. Elég sokáig tartott neki, nem is tudom, hogy jött el idáig Farkasvára. Láttam én már a nagy világot, átcsavaroghattam sok országot, de tengerparton sosem felejtem el. Fehér sirályok, rátok várok minden éjszakán. Tőletek szép a tenger, szép az élet, szép anyám. Titokban látok, feledni semmit nem tudok, fehér sirályok, sok jó itt hozzatok. Titokban rátok gondolok, feledni semmit nem tudok, fehér sirályok, sok jó itt hozzatok. Már 28 óra próbálkoznak. Nem adják fel, így van. Próbálják, próbálják, de nem értek a traktorhoz, egyik se szerintem. Nem tudják, hogyan kell ezt vezetni. A végre most a mikrofon rásérjön. Közben én felolvasnám ismételten a támogatóinkat. Nagyon szépen köszönjük nekik, hogy segítettek, hogy létrejöjjessen ez a hatodik farkasfai traktoros nap. Bálint Balázsnak, Németh Imre bácsinak, Sipos György és Sipos Tamásnak, Fat Kft. Nagy Rákos, Őrlőcén Péter Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, kiemelten köszönjük a Habfürdőt, a bemutatót, Szabó Lászlónak, Sömönek Miklósnak, Németh Patriknak, Németh Istvánnak, Vince Csabának, Závet Istvánnak, Kukrálóvának, gyerekek folyamatosan használják, nagyon szépen köszönjük. Zsors Tibornak, Apát István falva önkormányzatának, Fitz József, Fábián Szabolcs, Bordás Imre, Balázsikot Cintónak, László Attilának, Vörös Gábornak, Vajda Nikoletnek, Pedi Beatrixnek, Pedi Zoltán, Zsolt Zsicsinek, Tóka Tamásnak, Bari Ferencnek, Berta Dominiknak, Kovács Zsoltinak, Tóka Józsefnek, Németh Istvánnének, Németh és Sós Ilona Icának, Sós Gyulának és Sós Lászlónak. Hálásan köszönjük mindennek. Ne